Perri, Pipirász és Vazsó nélkül lépett pályára Nyíregyháza a teljes kerettel érkező oroszlány ellen a mindkét fél számára tét nélküli mérkőzésen. Az első negyedben 8 pontos előnyt szereztek a vendégek, amihez a második 10 percben 1 pontot tettek hozzá. Fordulás után tovább nőtt a különbség, bár a hazaiak mindent megpróbáltak, de nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A zárójáték részt a végére belelendülő Fazekas Csaba kosaraival 1 ponttal megnyerte a Nyíregyháza, de a mérkőzést 16 ponttal elveszítette Darko Radulovic együttese. Először is szeretnék ezúton is bocsánatot kérni a Honvéd elleni mérkőzés játékvezetőitől, mert a végjátékban történteket túlreagáltam, nem volt igazam. Valóban sportszerűtlen foul történt az utolsó másodpercekben. Az utolsó mérkőzésünk edzőmeccshez hasonlított. 3 kezdőjátékosunk nem volt bevethető, szerettem volna lehetőséget adni azoknak is, akik korábban kevesebbet játszottak. A szezonnal kapcsolatban nehéz helyzetben érkeztem, de onnantól kezdve engem terhel a felelősség. Sok közvetlen és közvetett faktor is közre játszott abban, hogy végül kiestünk, de nem lehet kifogásokat keresni. Hibáztam, hogy nem hoztam ide azt a stábot, amelyikkel tudom, hogyan kell együtt dolgozni. Ebben a szezonban volt edzőcserénk, és sokat változtattunk a játékos kereten is. A játékosoknak nem volt könnyű alkalmazkodni az új elképzelésekhez, és folyamatosan összeszokni az új emberekkel. Elbuktunk ebben a szezonban, de az ilyen tapasztalatokból sokat lehet tanulni. Amikor veszítesz, fel kell ismerned, miben hibáztál, mind kell változtatni. A fiatal játékosaink a következő szezonnak sokkal jobb kosárlabdázóként futhatnak neki, mert megérezték, milyen nyomás alatt játszani. Hálás vagyok a klubnak, az ügyvezetőnek és a médiának is. Sajnálom, hogy nem értük el a célunkat. Talán a jövőben egyszer kijavíthatjuk ezt. A vendégek vezetőedzője csapata egész szezonbeli teljesítményét értékelte a mérkőzés után. Fejlődött a csapat, és fejlődtek a játékosok is ebben a bajnokságban, a szurkolóinkat pedig végig magunk mögött tudhattuk, nagyszerű atmoszférában dolgozhattunk. Az évad második fele tökéletesre sikeredett. Örülök, hogy győzelemmel zártuk az idényt. Köszönöm mindenkinek a munkáját. Az alsóház másik két meccsének eredménye a következő: Budapesti Honvéd Szeged 83-79 és Kaposvár Atomerőműese 85-70. A tabella élén az oroszlány végzett 23 ponttal, megelőzve a 21 pontos Atomerőműesét. A Nyíregyháza a 6. utolsó helyen zárt, így elbúcsúzott a legmagasabb osztálytól. Ősszel az NB1B piros csoportjában folytatják a kék cápák.